egyébként számtalan lehetőségünk volt, főleg az első fél időben. Az első fél időben meg kellett volna nyerni a mérkőzést, második fél időben is nagyon akartak fiú gólt rúgni. Futball törvénye meg ilyen, egy jól általált lövésbe megy. Nem használtuk az első pillanatban rögtön, óriási rögtöni fölénybe lettünk volna, hogy a Mezőkövesd rosszul kezdett, és ugye kihagytuk a nagy zicsert. Más lett volna a játék képe, mi tudtunk volna kontrázni, lehetett volna még gólokat rúgni, de valahogy nem mennek be. Hát most mindent megcsinálunk a srácok, tényleg a legfontosabb hiányzik. Teodoru Vasziliszt hallhattuk a vesztes fél részéről, de most meghallgatjuk Pintér Attilát is, aki ott van a Mezőkövesdi stadionban. Jó estét, szervusz, és gratulálunk természetesen nem csak a győzelemhez, hanem ahhoz is, hogy a csapat most már a kupamérkőzést is beleszámítva, 4 mérkőzés óta minden mérkőzését, minden találkozóját megnyeri. Erről is beszélünk majd, erről a sorozatról, de először erről a találkozóról. Te hogy láttad ezt a mérkőzést? Volt néhány helyzet azért az MTK-nak is, főleg a meccs elején. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a stúdióval és a tévé előtt nézőket is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt. Mind a két csapat nyerni akart, mindent meg is tett érte. Itt az összefoglalóval is lehetett látni, hogy itt is ott is voltak helyzetek. Mindenki egy kicsit maga felé húz. Én azt gondolom, hogy egy góllal megérdemeltük ezt a mérkőzést, hiszen mi nagyon-nagyon mélyről indultunk. Sokkal nagyobb hátrányban voltunk, mint az MTK, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen akik itt maradtak játékosok, azoknak egy hetük volt arra, hogy felkészüljenek erre a bajnokságra, hogy kipihenjék magukat, akiket pedig igazoltunk, azoknak a legtöbb játékosnak egy hónapig nem csináltak semmit, és ez nagyon-nagyon nehéz összehozni. Nehéz a játékot is összerakni, és kellő fizikai állapotba is, hogy kerüljenek, de azt gondolom, hogy emberileg is nagyon-nagyon jó játékosokat tudtunk igazolni, akik fejben fel tudják mérni a helyzetet, hogy ennek a klubnak mi a legfontosabb ebben az évben, és ennek érdekében meg is tesznek mindent minden mérkőzésen, mint ahogy megtették ezen a mérkőzésen is. Lehet látni, hogy hogy örülnek, amikor gólt rúgnak, hogy örülnek annak, ahogy a közönség belehajtja őket ebbe a győzelembe, hiszen a közönségünk nélkül nem menne. Mert nem csak hazépályán, hanem idegenben is elkísérnek minket és buzdítanak, és ezt a srácok is nagyon-nagyon érzik.